jutott eszembe más is. Egy követ tettem a sírjára. Hogy is kezdjem? A szobám falán három családi kép van, három fénykép másolat. Barabás egyik meglehetősen ismeretlen aranyfestményének a másolata, ugyanerről a fényképről külön a fej, és Simó Ferenc egyik nemrégiben felfedezett festményének másolata az öreg Kazinciról. A Kazinci képről csak nem mindegyik látogató megkérdezi, de az aranyról is sokan. A nagybátyád? Vagy a rokonod? Igen, felelem ilyenkor. Arany és Kazinci. S valóban nagy vagy déd nagybátyáim ők. És rokonom a hitét váltó Balassa, az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsei, a katolikus Vörösmarty és Babics, vagy a zsidó Szépernő és Füstmilán, hogy közelebb jöjjek. És a rokonok? A Berzsenyi szemével látott Horácius éppen úgy, mint a zsidó Salamon, a zsoltáros Dávid király, Ézsaiás, vagy Jézus Máté. Rengeteg rokonom van, de semmi esetre sem csak Salamon, Ézsaiás, Dávid, Szépernő vagy Füst. Vannak távolabbi és közelebbi rokonaim. Zsidóságomat sohasem tagadtam meg. Zsidó felekezetű vagyok ma is, de nem érzem zsidónak magamat. A vallásra nem neveltek, nem szükségletem, nem gyakorlom. Zsidóságom életproblémám, mert azzá tették a körülmények, a törvények, a világ. Különben magyar költő vagyok. Rokonaimat felsoroltam, és nem érdekel, hogy mi a véleménye erről a mindenkori miniszterelnöknek, Marvóti Meizlernek, Féjának, Sós Endrének. Ezek kitagadhatnak, befogadhatnak. Az én nemzetem nem kiabál le a könyvespolcról, hogy mars büdös zsidó. Hazám tájai kinyílnak előttem. A bokor nem tép rajtam külön nagyobbat, mint máson. A fa nem ágaskodik Lábújhegyre, hogy ne érjem el a gyümölcsét. Ha ilyesmit tapasztalnék, megölném magam, mert másként, mint élek, élni nem tudok, és mást hinni, és másképp gondolkozni sem. Így érzem ezt ma is, 1942-ben is, három hónapi munkaszolgálat, és 14 napi büntetőtábor után is, kiszorítva az irodalomból, ahol sarka még nem érő költőcskék futkosnak. Használhatatlan és használatlan tanári oklevéllel a zsebemben, az elkövetkezendő napok, évek tudatában is. És ha megölnek, ezen ez sem változtat.